A Helyi Értékek Startja címmel megrendezett Hajdú-Bihar megyei közfoglalkoztatási kiállításnak ezúttal Berettyóújfalu és a Szent István tér adott otthont. A rendezvényre 38 település hozta el az általuk készített termékeket, portékákat. Az évről évre megrendezett, egyre több látogatót vonzó kiállításon a résztvevő települések bemutathatják, hogy a közfoglalkoztatás milyen sokszínű és értékteremtő lehetőségeket biztosít az önkormányzatok és a közfoglalkoztatottak számára egyaránt. Az eseményen településünk is képviseltette magát. 400-tól 540-ig, tehát elég széles számban foglalkozhatunk közmunkásokat. Én már többször el szerettem volna mondani, hogy többen rosszul ítélik meg a közmunkaprogramot. Tehát maga Tiszacsegéről beszélek, csak konkrétan nálunk ez egy hihetetlen jó megoldás volt, és én amikor ez a közmunkaprogram elindult, még itt nálunk, mert hamarabb elindult, nem is gondoltam, hogy ilyen sikeres lett. Adok az emberek, akik ebben a munkában részt vesztek, többen kérték, hogy adok a csoportok, amik kialakultak, hogy adok továbbra is, ne nyúljak hozzá, meg kialakult egy szinte azt mondhatom barátság, bár volt, amikor hozzá kellett nyúlni a csoportokhoz, de én is teljesen azt látom, hogy az embereknek a kapcsolata egymáshoz megváltozott, és ebbe kár vitatkozni. Én látom nagyon sokat, én minden nap, ha tehetem, kimegyek közéjük, reggel ott kezdem a napot, amikor, de 90%-ban ezt meg is teszem, és látom azt, hogy igénylik az, hogy közösségben legyenek, hogy dolgozzanak. El kell jönni Tiszacsegérre bármikor és megnézni, hogy értéket teremtünk, a másik foglalkoztatunk, és ezek a megoldások nagyon szükségesek voltak a településen. Több a programokon belül több sikeres ágazatunk van. Ráadásul van egy szociális szövetkezetünk, aminek tagja az önkormányzat, a tészta elkészítését jelen pillanatban is lehet látni. Attól egy kicsit nehezen óvakodva, nagyon óvatosan indítottam a szociális szövetkezetet. Ez túlnőtte az én elképzeléseimet, nagyon jól működik, most már 3 dolgozója van a szövetkezetnek, de most már én látom, hogy még tudjuk bővíteni az igény is. Nagyon komolyan mögé állt a kormány a szociális szövetkezetnek is. Több mint 50 milliót kaptunk azért, hogy 2 részletbe vagy 3 részletbe, de ezek a dolgok elindultak Tiszacsegén. Tiszacsegén nem fogunk bányát nyitni, nem fogunk gumigyárat építeni, tehát nekünk a turizmus, illetve ezek a lehetőségek, hogy a szociális szövetkezet, illetve a zöldségtermesztésen belül is vannak még lehetőségeink, és ezek elindultak Tiszacsegén. A másik, amit a közmunkaprogramnak, amiről úgy az ember nem szívesen beszél, mert nem ez volt a célja, de 10%-át, mert 540 milliót kaptunk az idén, és ennek 10%-át gépekre, munkagépekre, eszközökre költhettük. Ezek egy nagyon komoly, olyan megalapozzák az önkormányzatunknak a erőgépparkját, munkagépeit, motorfűrészeit, fűkaszáit, mert mind az önkormányzatok a tulajdona fog maradni. Mi nagyon is ügyelünk rá. Komoly, tehát kamerarendszerrel védjük, este úgy lehet leadni, megszámoljuk mindent, mert ezek egy nagyon komoly értékek az erőgépekre és a pótkocsikra, munkagépekre is nagyon odafigyelünk. Tehát egy nagyon komoly vagyongyarapodása is lett a településnek. Az elkövetkező időben, tehát saját magunk önállátóvá tud lenni ezekbe a csoportokba, a szociális szövetkezete is komoly, csak oda a tészagyártógépeket ezeket vásárolt, a mezőgazdaságban erőgépeket vásároltunk, a közterület tisztítására ezeket a kis gépeket, amit seprűvel, hótolóval, egyebekkel láttunk el, tehát lényegesen javult az önkormányzatunknak a lehetőségei, és a másik pedig, amiről nem szabad elfelejkezni, újra csak azt tudom elmondani, hogy az embereknek az egymásholó viszonya is fejlettebb lett, jobbak lettek, és igénylik is ezt az emberek. Tehát én úgy gondolom, amikor többször halljuk a televíziót, bírálják a közmunkaprogramot, van 3200 települése, ugyanazok a szabályok, én ezt elfogadom egy másforma. De én mindenkit óvaintek, hogy jöjjön el
Tiszaszegedre, és nézem meg ott, ahol 5-600 ember munkanélküli, vagy egyekre, és adok neked lehetőség. Jelen pillanatban már csak 340-en vagyunk, nagyon sokan megtalálták a helyüket országhatáron belül, bár egy páran még kívülről is elmentek. Tegnap voltam Oroszlány városába, ahova várják a munkerőket, hogy ne menjenek a határon kívül, nagyon komoly lehetőségek biztosítottak ott is. Tehát valahol nem csak beszélni kell erről, akkor járunk jó úton, hogyha azokat a kisebb momentumokat is észreveszünk, ami természetes, ami magáról, ami a természetes környezetből kiindulva fakadnak, és akkor pontosan azokat egymásra építve megnézzük, akkor én úgy gondolom, hogy és akarjuk is észrevenni, akkor egy komoly fejlődésen ment az utolsó 3-4 évben a Tiszacsege. Ezek tények, bárki szívesen látunk, akik nem igazán értik még ennek a közmunkaprogramnak a lényegét, az jöjjön el Tiszacsegére és megnézi, hozzáteszi. Kormányunk is hozzátett, hogy nem ez a hosszú táv, tehát nem ez a megoldás. De jelen pillanatban ez egy lehetőséget nyújtott. Volt olyan család a kisebbségből, akik oda jöttek oda, hogy polgármester úr 150-160 ezer forintot egyben még az életben nem láttunk. És a két családfő és a gyermek is ott dolgozik, és ezeket azért ott kell mindig a keletkezett problémát is megnézni, ahol keletkezik. Hát Tiszaszegeden komoly problémák voltak, és ezek megszűnnek. Vannak. Ami várakozáson felüli hihetetlen jó minőségű tésztát készítünk, a másik az, hogy saját tyúkjaink vannak, és adok a problémák, amik sajnos már Európában is jelentkeztek. Jó, ez nagyon kicsi, ez a kis tésztakészítő üzem, de több konyhát el tudunk látni tésztával, és nagyon jó minőségben látjuk el, és amennyire lehet ezeket a tyúkokat is a megtermelt takarmánnyal fogjuk etetni. A másik pedig most a napokban készítették Fenyve Zsolt vezetésével, nagyon finom lecsó alapanyagot készítettek. Ezt én is megnéztem, megvizsgáltam, és tényleg eladható, piacképes, tehát több olyan ágon el fogunk indulni, találékonyak az emberek. Biztosította most az önkormányzatok, a kormányzat hozzá a pénzt, és most már én úgy gondolom, hogy ők is tegyenek ezért. Ez a lassú folyamat elindult, és egyre több olyan dolgokat találok, a kosárfonás is meg lehet nézni. Olyan szépen fonják már az egyszerű emberek a kosarat, hogy érdemes megnézni, eladható, vagy drótot vonunk. Hát az nem versenyképes még a gépi drótfonással, mert csak kézérővel fonjuk, de nagyon szép drótkerítések való drótot fonnak az emberek, és ezzel azokat az intézményeket, amik igényli körbe tudjuk keríteni. Tiszacsegéről érkeztünk ide, a Tiszacsegei Közmunkaprogram és a Tiszacsegei Szociális Szövetkezetnek a képviseletébe. Hoztuk a száraz tésztánkat, amit kimondottan a Szociális Szövetkezetünk gyárt. A mezőgazdasági közmunkaprogramunknak van egy tojótyúk állománya, és annak a tojásait használjuk fel. Itt vannak a mezőgazdasági termékeink, amiket a közmunkásaink termelnek meg, paprika, káposzta, hagyma, burgonya. Van, amelyiket fel is dolgozzuk, például a paprikából ugye csinálunk örölt paprikát, vagy például lecsót, vegyesvágottat, savanyúságokat készítünk. Van még többfajta közmunkaprogramunk, helyi sajátosság, amivel a kosarakat fonják az asszonyaink. Ezeket a kosarakat, amiket itt látni, ezeket mind ők készítik. Aztán van egy nagyon jó működő faiparunk, ahol látszik ez az állvány, azt például ők készítették, de kerítéselemeket gyártunk, padokat, amit ott bent látni, padokat, asztalokat készítünk, drótfonással foglalkozunk, és mellette ugye még vannak a belvízelvezetés, egy program, ami ugye rengeteget segít, ugye mi közvetlenül a Tisza mellett vagyunk, az ugye, hogyha a belvízelvezetők rendben vannak, akkor az nekünk nagyon sokat jelent. Van illegális szemétlerakó helyek felszámolására is egy programunk. Ez azt jelenti, hogy a településünk azért most már
meg van szabadítva ezektől a hulladékoktól, folyamatosan szállítjuk elfelé, és folyamatosan ültetjük be a helyét, fásítunk a helyére, úgyhogy egyre kevesebb az ilyen hulladéklerakó, ami ma már azért rengeteget jelent a településünknek. A rendezvény ünnepélyes megnyitóján elsőként a térség országgyűlési képviselője, dr. Vitányi István köszöntötte a résztvevőket. Én úgy gondolom, hogy ez a mai és az elmúlt két kiállítás csattanós válasz azoknak a kétkedőknek, akik kétségbe vonták a közmunkának a hasznosságát és létjogosultságát. Úgy gondolom, hogy itt a bihari térségben, ahol az országos átlagnál is nagyobb a munkanélküliség, úgy kellett nekünk ez a közfoglalkoztatási program, mint egy falat kenyér. Azt gondolom, hogy a közfoglalkoztatási programnak sok jelentősége van. Az első az, hogy, mint említettem, a nagy munkanélküliséget valamelyest oldja, tehát munkahelyeket teremt. Másodszorban én úgy gondolom, hogy a közfoglalkoztatási program előiskolája az elsődleges munkaerőpiacra való elhelyezkedéshez. Harmadsorban pedig mostanában indulnak, de eddig is voltak a közfoglalkoztatás keretében továbbképzések és oktatások, és ezek is azt a célt szolgálják, hogy minél könnyebben helyezkedjenek az elsődleges munkaerőpiacon azok, akik a közfoglalkoztatásba vettek részt. És hát magunk között vagyunk, azt is elmondhatom, éppen a múltkor voltam a kapitány úrnál, hogy a közfoglalkoztatási program jótékony hatással volt a bűnözés alakulására is, hiszen a megyében, ezen belül itt a mi területünkön is jelentős mértékben csökkentek a bűnelkövetések száma, és ebben benne van az is, hogy a közfoglalkoztatási program jótékony hatással volt az emberek tudatformálására. Persze egy kormánynak nem lehet célja az, hogy időtlen időkig közfoglalkoztatásba tartja az embereket, ezért 2020-ig az a terv, hogy a közfoglalkoztatásban foglalkoztatottak száma 150 ezer főt ne haladja meg. Azt is elmondhatjuk, hogy a közfoglalkoztatás ellenére is már némely területen munkaerőhiány mutatkozik, és reményeink szerint ez a munkaerőhiány majd pótolható a közfoglalkoztatás továbbképzésein résztvevő személyekkel. Én tavaly is részt vettem a közfoglalkoztatási kiállításon, és hát büszkén mentem végig a strandokon, hiszen a kiállítók zöme a mi választókörzetünkből kerül ki. Mondjuk ez matematika, hiszen a 82 hajdúbihari településből 41 ehhez a választókörzethez tartozik. És büszkén mondom azt, hogy a választókörzetünkben az önkormányzatok hamar felismerték a közfoglalkoztatás jelentőségét, és hamar bekapcsolódtak a programba. Azt is elmondhatom, hogy minden önkormányzat, vagy az öntő többsége az önkormányzatoknak példaértékűen dolgozik, és nem csak a megyében, hanem országosan is elismertek. Éppen ezért én egyetlen egy települést sem szeretnék kiemelni, mert sértődés lenne belőle, hogy ki, hogy mint végzi a munkáját, de egyet megemlítek, mert polgármester úr itt előtte szólt, hogy említsem már meg, hogy a faházakat közfoglalkoztatás keretében a tépei önkormányzat készítette, úgyhogy ebben az egy esetben kivételt teszek, úgyhogy köszönjük a tépei önkormányzatnak a gyönyörű faházakat. Én úgy gondolom, hogy mindenki jól fogja itt érezni magát, és nagyon szép termékeket fog látni. Köszönöm, hogy meghallgattak. Páfi Anikót, a Berettyói falu járási hivatal vezetőit kérem, hogy köszöntse a vendégeket. Nagy szeretettel köszöntök én is minden kedves megjelentet. Külön köszöntöm képviselő urat, polgármester urat, főosztályvezető urakat, a minden település polgármesterét, kedves érdeklődőket és minden kiállítót. Hajdú-Bihar megyében 2017 évben a közfoglalkoztatás egyes formáiban közel 19 ezer fő vesz részt. A járási startmunka programokban pedig 79 településen 10 ezer fő közfoglalkoztatott dolgozik. A közfoglalkoztatási kiállítás alkalmával lehetőség nyílik a korábbi években elindult értékteremtő közfoglalkoztatási programokban előállított, kézzelfogható termékek bemutatására.
A rendezvényen nem csak az önkormányzatok egymás között, hanem a lakosság széles körében is népszerűsíthetik termékeiket, eredményeiket. A Berettyóújfalu járási hivatalhoz tartozó 25 település közül 24 településen foglalkoztatnak az önkormányzatok közfoglalkoztatottakat, illetve egy kistérségi társulás járási startmunkaprogram keretében. A közfoglalkoztatók 83 programban összesen 1897 főt foglalkoztatnak. A házigazda Berettyóújfalui Város Önkormányzata járási startmunkaprogramjaiban 21 főnek ad munkalehetőséget. A mezőgazdasági programban közel 15 fő részvételével 1 hektáron gazdálkodik, a megtervelt javakat a közétkeztetésben hasznosítja. A helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatási programban 6 fő részvételével térköveket készít, amelyeket az önkormányzat használ fel intézményi parkolók, járdák felújításához. Az önkormányzat a hosszabb időtartalmú közfoglalkoztatási programokban további 145 főnek biztosít munkalehetőséget. Az idei közfoglalkoztatási kiállításra 40 önkormányzat és 5 szociális szövetkezet jelezte részvételi szándékát. Jelen ismereteim szerint 38 önkormányzat vesz részt ténylegesen a rendezvényen. A kiállítók bemutatják a mezőgazdasági programokban a helyi lehetőségek, adottságok kihasználásával elért eredményeiket. A programok az évek során egymásra épülve fejlődnek, a zöldség termesztésétől kezdve a feldolgozás és az önkormányzatnál felhasználásra nem kerülő mennyiség értékesítésének irányába bővülnek. Számos település már saját névvel előállított termékekkel lép piacra. A kiállításon lehetőség nyílik a megtermelt zöldségfélék, gyümölcsök és az ezekből készült termékek kiállítására kóstolással egybekötve. A mezőgazdasági termékek mellett megtekinthetők a helyi sajátosságokra épülő programokban készített termékek, így például dísztárgyak, padok, virágtartók, de akár száraz tészták, teasütemények, és ezt sorolhatnám a végtelenségig, de úgy gondolom, hogy minden kedves érdeklődő a standokon majd saját maga is megbizonyosodhat ezeknek a termékeknek a sokszínűségén. A kiállítás alatt az önkormányzatok főzőversenyen mérhetik össze ízeiket, az elkészült ételekből a látogatók is ízelítőt kaphatnak. A rendezvényt a települések kulturális csoportjainak fellépése színesíti. A mai rendezvényhez minden kedves vendégünknek jó tapasztalatgyűjtést és egy nagyon jó szórakozást kívánok. Köszönöm szépen! A házigazdaváros polgármesterét, Búraközi Istvánt kérem, hogy köszöntse a résztvevőket. Igen, tisztelt képviselő úr, hivatalvezető asszony, főosztályvezető urak, tisztelt kiállítók, tisztelt polgármester asszonyok és urak, kedves kollégák, kedves érdeklődők. Ha körbenézünk most itt a Szent István téren, egy csodálatos installáció, egy csodálatos háttér biztosítja azt, hogy ma egy olyan seregszemle legyen, amelyben ugye a közfoglalkoztatásnak az értékeit próbáljuk bemutatni ma itt Berettyóújfaluban, Biharország fővárosában. Ha sporthasonlattal élek, akkor ez a mai kiállítás hasonlatos egy világversenyhez, egy olimpiához, egy olyan seregszemléhez, ahol a sportolók, azok az egyesületek bemutatják az addig elsajátított, az edzéseken elsajátított legjobbjukat, és próbálják a legjobbukat bemutatni azon a napon. De természetesen a mai kiállítás az az ünnepnap. A legfontosabb jelen, és de hozzá kell tenni, hogy nagyon dolgos hétköznapokhoz kellett ehhez eljutni, dolgos hétköznapokon kellett eljutni, hogy ilyen eredménye legyen a közfoglalkoztatásnak.
Talán belegondolnak önök is, hogy 2010 előtt mit sikerült volna bemutatni a közfoglalkoztatásból, és mára eljutottunk oda, hogy csak Hajdú-Bihar megyében 38 település mutatja be egy ilyen csodálatos kiállítás keretén belül, hogy mit is lehet elérni a közfoglalkoztatás keretén belül. Sőt, mára elmondhatjuk, hogy egy település életében a közfoglalkoztatottak megkerülhetetlen szereplői a mindennapi életünknek. Mondhatnám azt is, hogy ez a közfoglalkoztatási kiállítás sem jöhetett volna létre a közfoglalkoztatottaknak a segítsége nélkül. De ugyanígy egy városi rendezvényünk megrendezése, az iskola kezdéssel kapcsolatos közbiztonsági polgárőröknek a tevékenysége, illetve a városoknak, a köztisztaságának, virágosításának a programja az ő munkájuk nélkül nem lehetne létre. Mindenkinek köszönetet szeretnék átadni, mindazoknak, akik természetesen részt vennek ezekbe a programokban, azok, akik megszervezik, azok a településvezetők, akik fontosnak tartják, hogy azt a segítséget, amit külön köszönünk a magyar kormánynak, akik pénzügyileg finanszírozzák ezt a programot, de természetesen ők elvárják tőlünk azt, hogy megfelelő innovációval, ötletekkel rendelkezzünk, és ennek az ötletnek, az innovációnak, a dolgos hétköznapoknak a mai bemutatása ennek az egész programnak az eredménye. Mit is jelent ez mindannyiunk számára? Azt, hogy a vidéken érdemes élni, a településeknek az önfenntartását jelenti, a települések megmaradásának az áloga ez a közfoglalkoztatás. Mit is kívánhatnék a mai napra? Tanuljunk egymástól, mutassunk utat másoknak, akik még esetleg nem vesznek részt ezeken a kiállításokon, teremtsünk még több értéket, és természetesen mindenkinek én is azt kívánom, hogy érezzék jól magukat, a programokhoz nagyon jó szórakozást, és természetesen a mai napon nem csak láthatunk, hanem kóstolhatunk is ízeket. Még most egyelőre a füst látszik ebből, de néhány óra múlva nagyon finom étkek fognak elkészülni, és köszönhetően annak a nagyon sok csapatnak, akik főzéssel járulnak hozzá a mai nap sikeréhez, nekik jó főzés, természetesen magunknak pedig nagyon jó étvágyat, és mindenkinek nagyon jó szórakozást kívánok a mai napra. Köszönöm meg tisztelő figyelmüket! A kiállítás megnyitására megkérem Réti Pál főosztályvezető urat. Tisztelt képviselő, tisztelt polgármester úr, hivatalvezető asszony, főosztályvezető úr, tisztelt közfoglalkoztató, közfoglalkoztatottak, hölgyeim és uraim! Köszönettel fogadtam meghívásukat, és örömre szolgál, hogy hagyományt teremtve 5 éve kezdtük el a közfoglalkoztatási kiállításoknak a szervezését Békés megyében, és itt a megyében már 3. alkalommal kerül sor ennek a rendezvénynek a megszervezésére, ahol ezen a kiállításon 9 járás, 38 települése és 5 szociális szövetkezete mutatja be azt, hogy mivel is foglalkozik a közfoglalkoztatás keretében. Ugye, ahogy arra a képviselő úr is reagált, egy 7 évvel ezelőtt egy viszonylag széttagolt rendszert vart újra az új kormányzat, egy egységes jogszabályi környezetbe terelte a közfoglalkoztatást, és nyilvánvalóan ezek a közfoglalkoztatási szabályok az évek során folyamatos változáson mentek keresztül, egyrészt a kormányzati célok, az új kihívások, a közfoglalkoztató jelzések szempontjából folyamatosan változó jogszabályi környezetről beszélünk, amelynek mindnek az a célja, hogy legyen a közfoglalkoztatásnak egy elsődleges kimenete. Nem véletlenül, hiszen 2008-ban a gazdasági világválság elég mély nyomot hagyott a magyar gazdaságban és a hazai foglalkoztatás politikában is. Ez azt jelentette, hogy nagyon rövid idő alatt igen magasra nőtt a munkanélkülieknek a száma. Én még emlékszem arra, amikor vállalatokat próbáltunk megmenteni 2010 környékén, és 2010 decemberében közel 600.000 fő, 595.000 fő volt a regisztrált álláskeresőknek a száma. Ha most az év hasonló időszakát megnézzük, akkor 2011 júliusában Hajdú-Bihar megyében 45.246 fő volt a regiszterben, most 2017 júliusában pedig 23.768 fője. Önök is látják ezekből a számból, hogy ez egy nagyon meredek csökkenés. Az akkori kormányzatnak egy olyan alternatívát kellett kínálni, amely gyakorlatilag ezt a nagyon nagy, viszonylag passzív ellátásban részesülő tömeget
hasznos és értékteremtő foglalkoztatás irányába tereli, és így alkotódott meg az új jogszabályi környezet egy törvény és egy kormányrendelet formájába. Ugye a közfoglalkoztatás számottevő jelentőséget jelent a halmozottan hátrányos helyzetű foglalkoztatás helyettesítő támogatás, illetve álláskeresési ellátásban nem részesülő személyek számára, és hangsúlyozom, hogy ez egy átmeneti foglalkoztatási lehetőséget jelent. Hogyha végigtekintünk itt a kiállító önkormányzatokon, látható, hogy gondos szakértelemmel értékel ezeket a kiváló eredményeket, és én azt gondolom, hogy ebből a közfoglalkoztatásból van kimenet, és a kormány felismerte azt, hogy itt az elsődleges piac irányába történő lépések nem mehetnek el munkaszocializáció nélkül. Én azt gondolom, hogy nagyon fontos közege a közfoglalkoztatása munkára való szocializálás érdekében. Célunk az, hogy olyan közfoglalkoztatási programokat működtessünk, amelyek hasznosak, értéket teremtenek, folyamatos munkavégzést tesznek lehetővé, és az ország minden részén megvalósíthatók, és ezeket a hátrányos helyzetű célcsoportokat elérjük. Továbbra is elkötelezett a belügyminisztérium abban, hogy továbbra is munkát adjuk minél több hátrányos helyzetű álláskeresőnek. Ugye a közfoglalkoztatottak létszáma 2011-től a közfoglalkoztatási előirányzat növekedésével folyamatosan növekedtek, míg 2011-ben 75.800 fő volt a foglalkoztatotti létszámunk, ez 2016 évben 223.500 főre növekedett, majd 2017-re, egy hat havi adatot mondok, 187.300 főre csökkent le, nem véletlenül, hiszen az ország gazdasági helyzetének javulásával a hazai foglalkoztatási helyzet is javult. Ugye, hogyha megnézzünk néhány gazdasági adatot a KSH munkaerőpiaci munkaerő felméréséből, azt láthatjuk, hogy 2017. április-június negyedében több mint 4.400.000 ember dolgozott, ami egy 76.000 fős növekedést mutat egy év alatt a 15 és 74 éves korosztályokon belül, és amennyiben megvizsgáljuk a 20-64 éves korosztályt, 4,3 millió ember dolgozik. Ez 1,5%-os 65.400 fős növekedés az egy évvel korábbi időpontokhoz képest, és az álláskeresők zárónapi létszáma a 2010-hez képest, amikor majdnem 600.000 fő volt a nyilvántartásban, 274.700 fő most a nyilvántartásnak az adata. Ez azt is jelenti, ez a növekedés, ez a foglalkoztatás, nagyon sok ember sikerült aktivizálni, nem csak az álláskereső nyilvántartásból, hanem azon kívülről is. És ez azt is jelenti, hogy míg 2010-ben a legalacsonyabb uniós értéket produkálta Magyarország a foglalkoztatási rátában, ez 60% volt a 20 és 64 évesek között, 2016-ban ez az érték meghaladta az uniós átlagot a maga 71,5%-os adatával. Hajdú-Bihar megyében, illetve Magyarországon 2017 egy hóban 180.600 fő volt a közfoglalkoztatott havi átlag létszáma. Hajdú-Bihar megyében a támogatási szerződésekben 18.294 fő közfoglalkoztatásához nyújtottunk 22,8 milliárd forintos támogatást, de a hosszabb időtartamú, a járási startmintaprogramok és az országos programok is benne vannak. És gyakorlatilag egy hét között Hajdú-Bihar megyében 17.875 fő részére biztosítottunk értelmes foglalkoztatási lehetőséget. Mint ahogyan képviselő is elmondta, nagyon fontos szerepet szánunk a munkaerőpiaci képzéseknek. A közfoglalkoztatás kezdete óta uniós források biztosítják ezeket a forrásokat. 2016-ban az alacsony képzettségűek és közfoglalkoztatók képzése elnevezésű GINOP 611-es programban 18 megye konzorciumi részvételével, Nemzetgazdasági Minisztérium, Belügyminisztérium és a Nemzeti Szakképzés és Felnőttképzési Hivatal a közösen alkotott konzorcium valósítja meg ezeket a programokat, amelyben az országos képzési jegyzékben szereplő államáltal ismert képesítések, felzárkóztató képzések, általános iskolát befejezését célzó, szakképzés előkészítését célzó programok egyaránt megjelennek. Hajdú-Bihar megyében eddig 1772 főt vontak be, sikeresen befejezők száma, programot sikeresen befejezők száma 774 fő volt, és szeretném hangsúlyozni, hogy 940 fő állam által elismert országos képzési jegyzékben szereplő szakképesítést szerzett. A kormányzat a közfoglalkoztatási jogszabályokban nagyon fontos szerepet szánt annak, hogy lehetőséget biztosítson az elsődleges munkaerőpiacra történő kijutásra, közvetíthetők a közfoglalkoztatásban lévők, ugyanúgy, mint az álláskeresők. Létrehozott a kormány egy olyan támogatási formát közfoglalkoztatásból a versenyszférába,
címmel, amely elhelyezkedési juttatást biztosít. Felemeltük a korlátait, az eddigi korlátait 15 napra a munkaerőpiaci szolgáltatásoknak, amelyeket dominánsan szeretnénk az elkövetkező időszakban működtetni az elsődleges piacra való kijutás érdekében. Nagyon fontos az, és nagyon fontos kormányzati szándék, hogy ezek a közfoglalkoztatási programok, főleg azokon a területeken, ahol eddig a munkahelyteremtő beruházások nem érték el ezeket a településeket, vagy a hagyományos vállalkozói struktúrák nem voltak képesek megtelepedni, hogy a szociális szövetkezet tovább lépés lehessen ezekből a start minta programokból, és gyakorlatilag azt tudom önöknek elmondani, hogy egyik 261 megalakult szociális szövetkezetet gondoz a belügyminisztérium, ami a közfoglalkoztatás alapjain alakult meg, és nem véletlen az, hogy jelentős forrásokat csoportosítottunk át a közfoglalkoztatási előirányzatból ezen szervezeteknek a megerősítésére, tekintettel arra, hogy a közfoglalkoztatásban haszonkölcsön szerződés keretében termelőeszközöket, termeléshez kapcsolódó javakat haszonkölcsönbe át lehet adni, és a foglalkoztatási kapacitásokat szeretnénk megerősíteni. Éppen ezért 12 milliárd forintot különítettünk el egy fókuszprogramra, amit a Nemzetgazdasági Minisztérium és az Országos Foglalkoztatási Nonprofit Kft.-vel közösen működtetjük ezt a programot. Ugye ennek két üteme volt, a második ütem most 8. 31-én zárult, és örömmel jelezhetem önöknek, hogy az első körben Hajdú-Bihar megyéből 4 nyertes pályázott sikeresen, 26 fő munkaviszonyban lévő foglalkoztatott alkalmazásával lesz lehetősége 4,5 évig elsődleges piacon dolgozni ezeknek az embereknek. Az első körös támogatás 195 millió forint volt, és a második körben pedig a pályázatok elbírálása folyamatos, második körben egy nyertes számára ítéltek meg 6 fő támogatásával 45 millió forintos támogatást. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! A jelenlévők mindennapi feladataik lelkiismeretes elvégzésekor napról napra bizonyítják és alátámasztják azt, hogy a közfoglalkoztatásban nagyon komoly vidékfejlesztési lehetőségek vannak, és úgy vélem, hogy valódi sikerek, példaértékű programok és eredmények nélkül ma nem lehetnénk itt. Korábbi években is országos kiállításokat is szerveztünk, és itt ragadnám meg az alkalmat, hogy felhívjam önöknek a figyelmét egy programmal, ami családi programként is, én azt gondolom, hogy funkcionálhat. Szeptember 22-én és 23-án rendezzük meg, nyilván innen Hajdú-Bihar megyéből is lesznek majd meghívottjaink, a harmadik országos közfoglalkoztatási kiállítást, ami abból a szempontból lesz rendhagyó, hogy a kétnapos kiállítás előtt egy nemzetközi konferenciát szervezünk, mert nemzetközi érdeklődésre is számot tart már a magyarországi közfoglalkoztatás, a foglalkoztatás politika ezen speciális része, és lehetőséget biztosítanánk egy nemzetközi konferencián egy nemzetközi tapasztalat cserére. Zárszóként hagyd mondjam el önöknek, hogy a kormány továbbra is elkötelezett abban, hogy munkát adjon minél több hátrányos helyzetű álláskereső számára, és fontos számunkra, hogy az önökéhez hasonló jó gyakorlatokat széles körben tudjuk disszeminálni, megismertetni másokkal, és példát mutatva azoknak az önkormányzatoknak, akik ez idáig nem fedezték fel a közfoglalkoztatásban rejlő fejlesztési lehetőségeket. Az eddig látottak alapján, ahogy ide érkeztem, úgy gondolom, hogy az önkormányzatok által megvalósított programok példamutató mintaként szolgálhatnak és ösztönzően hathatnak valamennyi települési önkormányzat számára. A belügyminisztérium felső vezetése, kollégáim, munkatársaim, a járáshivatalok, a kormányhivatalok foglalkoztatási főosztályai, foglalkoztatási osztályai nevében is gratulálok mind a szervezőknek, mind a közfoglalkoztatóknak és a közfoglalkoztatottaknak is. További munkájukhoz sok sikert és sok eredményt kívánok. Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket!